27.384 szavazattal nyerte meg az idei választást Baranya 3-as számú egyéni választókerületében Hargitay János. A Fidesz-KDNP képviselőjének 14.258-al többen szavaztak bizalmat, mint a baloldali összefogás jelöltjének. A feldolgozottság már csak nem 100%-os, és bár még nem jogerős az eredmény, már borítékolt a győzelem. Hargitay Jánost telefonon értük utol. Azt mondja, ez volt a 7. országgyűlési kampánya, de ebbe több energiát fektettek, mint az első 6-ba együttvéve. Ez nyilvánvalóan kellett egy egységesebbnek látszó ellenzékkel szemben, és ez mindjárt a következő gondolatom, hogy valójában az ellenzék összefogott, de egységet mutatni nem tudott, és ez előbb-utóbb a választók számára is nyilvánvaló volt. Ezt az ellenzéket csak a gyűlölet tartotta egybe, az Orbán gyűlölet tartotta össze, de más közös mondani valójuk semmilyen módon nem volt. A képviselőt a következő 4 éves ciklusra vonatkozó tervekről is kérdeztük. Kiemelte, hogy már most is zajlanak nagy beruházások a körzet központjában Mohácson. Ilyen a kikötő építése, az M6-os autópálya meghosszabbítása, illetve a Duna híd tervezése is folyamatban van. Hamarosan azonban újabb projektek is nagy hangsúlyt kapnak. Nyilvánvalóan, mivel 1526 augusztusa közeleg, ezért a Mohács 500-hoz kötődő turisztikai és kulturális fejlesztéseink se odázhatók sokáig a tervezést, a felkészítést a beruházásokra, vagy a felkészülést a beruházásokra. Én azt gondolom, hogy az idei évben mindenképp meg kell kezdeni. Hargitay János hozzátette, hogy minden erejével azon lesz, hogy ezek a fejlesztések elkezdődhessenek. Ugyanakkor a jelenleg dúló ukrán-orosz háború jelentősen visszaveti a gazdasági helyzetet, így előbb a központi költségvetést kell átdolgoznia a kormánynak, hangsúlyozta a képviselő.